Kedves nézőink, néhány másodperc múlva éjfél, készítsék a pezsgőt és a poharakat. A kocintás előtt azonban hallgassuk meg a himnuszt és a köztársasági elnök Mádl Ferenc újévi köszöntőjét. Kedves honfitársaim, határainkon innen és túl. Ismét egy új esztendő kapujában állunk. Reménykedünk, hogy örömből többet, bajból kevesebbet tartogat számunkra, mint az elmúlt év. Akaratlanul is számot vetünk ilyenkor, múlttal, jelennel, jövendővel. Várakozásunkban ott az új év mérlege. Ami a közös, mindannyiunkat érintő jó híreket illeti, a természet ezúttal kegyesebb volt hozzánk, mint a korábbi években. Nem volt tiszta járvíz. A Balatonban több lett a víz, volt sok aratnivaló, és bőtermést hozott a szüret. Bár arca verejtékével küzd jobb napokért a föld nép. Mint a sok helyütt családjainkban is több gyermeknek jutna meleg otthon. Mintha nőne az erkölcsi felelősség az életért, a jövő generációkért. Az erkölcsre hallgatva, az erkölcs nevében erősítenünk kell a jogot az élethez, az anyagi és kulturális felemelkedéshez, az élet minden területén. Erkölcsi tartalom nélkül a törvények is elveszítik hitelüket. Nagy esemény is történt nemzetünkkel. 2004 szabadító fordulatként került be történelmünkbe. Magyarország az Európai Unió tagja lett. Hajónk az elmúlt évszázadok örvényei pusztulással fenyegető viharai után kikötött a nyugati parton. Olyan esemény ez, amelynek hatása csak több év után lesz igazában értékelhető. Mégis joggal bízhatunk abban, hogy a változás előnyeiből mielőbb mindenki részesül. A határok fokozatos megszűnése utat nyit a nemzeti egység kiépüléséhez is. Volt és van sok gondunk magunkkal, az emberi természettel is. Az elmúlt év közéletünkben különösen sok indulatot szabadított fel. A politikai párbeszédben több türelem és megértés. A törvényalkotásban a nemzeti célok megvalósításához több egyetértés kell.
határainkon túli magyar közösségeinket, vallási közösségeinket és nemzetiségi kisebbségeinket ne bántsa senki. Ez az európai kultúra, hagyományaink és alkotmányunk parancsa is. Babics is figyelmeztetett, nemzet ne nemzet ellen harcoljon, hanem az ellen, ami a sok nemzet baja. Van nálunk is belőle nem kevés, volt és van a búcsúzó évben is. A legfájóbb, hogy szolidaritásból nem jutott még elég a rászorulóknak. Bántóan nagy különbségek alakultak ki az egyes emberek és az egyes ország részek életkörülményeiben. Jobban kellene harcolnunk minden szinten a szegénység csökkentéséért, az egészségügy gondjainak enyhítéséért, az erkölcsös közéletért, a nagyobb biztonságért, a jobb oktatásért, a nemzeti kultúra őrzéséért. Milliók nehéz napjairól és hónapjairól van szó. De szárnyakat kell adnunk a tehetséges, alkotásra képes embereknek és közösségeknek is. Alkossanak mindenki javára. A törvényeknek is így kell szólniuk. És még egy súlyos szó. Ma sorskérdésünk lett, hogy magyarként, emberként képesek legyünk kicsinyes pártérdekeket és önzésünket meghaladva egymás felé fordulni. Minden magyar felé fordulni. Éljen a határainkon belül vagy túl, a lelki befogadással, a jogok megosztásával. A történelem minket egy nemzetbe rendezett. Hiszem, hogy 2005-ben a magyar társadalomban növekedni fog az összetartozás tudata, a nemzeti egységért való együttműködés erkölcsi és jogi parancsa. És hogy így mindannyian közelebb kerülünk egymáshoz. Ebben a reményben emelem poharam, és kívánok mindannyiunknak boldog új esztendőt, erős hitet a jobb holnaphoz. Isten áldja meg Magyarországot! A népi hiedelmek szerint, ha új év első napján süt a nap, jó lesz az év. Azt kívánom, hogy reggel szikrázóan süssön a nap, és mindenkinek nagyon jó éve legyen 2005. Sok sikert, egészséget, szomorúság helyett vidámságot, örömet kívánok. Boldog új évet! Gyönyörű vidékek, hangulatos falvak, értékes műemlékek, ízes magyaros étkek. A virágzó Magyarország következő részében az ország második legnagyobb területű városába, Hódmezővásárhelyre látogatunk. Tehát Grenadán vagyunk. Figyelje az előzetest, játszon és nyerjen egy komplett házi mozirendszert. Van bőr a képén. Egy édességboltot nyitni pont nagy bőjt idején. Itt illően kell viselkedni, másképp nem megy. Húsvétig bezárja a boltot. Megígérem. Egy gyönyörű történet az egyszerű dolgok hatalmáról. Csokoládé. Ma este a Magyar Televízióban. Nyerjen hetente egy komplett Dimarson DivX házi mozi rendszert a Dimarson Electronics jóvoltából. Csak küldje el SMS-ben a megfelelő válasz betűjelét a 0690 63 53 63-as SMS számra, és öné lehet a házi mozi.